Drago mi je da ste se odazvali našem pozivu na tradicionalni dugogodišnji prijatelj. Ideja je da se sastanemo, razgovaramo, razmenimo iskustva i mišljenja i zahvalimo jednom drugima na međusobnoj pomoći, podršci i saradnji ostvarenoj u 2016. godini. I za ovu godinu neizmaku moglo bi se reći da nije bilo lako. Verujem da nas i u predstojećoj godini očekuju nova iskušenja na koje se, s obzirom na to da smo na istom zadatku, a to je rad u interesu naše zajednice i svih njenih građana, može odgovoriti partnerskim odnosom između lokalne samouprave i državnih organa i još intenzivnijom saradnjom. Na nama je da i u 2017. godini radimo i donosimo odluke kojima ćemo moći da omogućimo dalji razvoj našeg grada i unapređenje života svih građana Subotice. Subotica je prepoznatljiva po strategiji u privlačenju direktnih stranih investicija, ali i kao sredina u kojoj su investicije isplative. Poznati smo, nažalost, i kao grad nedovršenih, svojevremeno započetih velikih projekata. Na naše zadovoljstvo, posle nekoliko godina pauze, početkom novembra nastavljeni su radovi na izgradnji obilaznice oko Subotice, koja je pre svega treba da izmesti teški teretni saobraćaj centra grada i poveže severni deo autoputa na koridoru 10 sa graničnim prelazom Kelebija. Za nastavak izgradnje obilaznice oko Subotice, takozvanog Ipsilon kraka, Vlada Republike Srbije u 2016. godini obezbedila 123 miliona dinara. U okviru budžeta za 2017. godinu, koji je Skupština Republike Srbije usvojila početkom decembra, Vlada Srbije je predvidjela 300 miliona dinara za nastavak radova na izgradnje obilaznice oko Subotice, a prema projekciji budžeta za 2018. i 2019. godinu, predviđeno je ukupno 1,8 milijarde dinara. To nedvosmisleno ukazuje da je Vlada Srbije prepoznala značaj ove za grad Suboticu kapitalne investicije i da je odlučila da se u narednih nekoliko godina taj projekat konačno i realizuje. Kada je reč o radovima na zgradi Narodnog pozorišta, 9. decembra završena je peta faza radova, za koju je ukupno bilo predeljeno 225 miliona dinara. Predstoji šesta faza, za koju je obezbeđeno 62 miliona dinara. U novom budžetu za 2017. godinu Vlada Republike Srbije opredelila 111 miliona dinara, isto toliko i Vlada autonomne pokrajine Vojvodine, a grad 25 miliona dinara. Realizovan je i projekat poslovno-proizvodne hale u prirodnoj zoni Mali Bajmok u iznosu od 115 miliona dinara. Realizaciju projekta finansirala je Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine, dok je grad obezbedio sredstva za stručni nadzor i izgradnju trafostanice. Za potrebe privredne zone Mali Bajmok izgrađen je i dvosmjerni saobraćajni priključak na državni put Sombor-Subotica, u koji su Ministarstvo privrede i grad Subotica zajedno uložili oko 23 miliona dinara. Za izgradnju novog carinskog terminala u slobodnoj zoni Subotica iz budžeta Republike Srbije obezbeđena su sredstva u iznosu od 50 miliona dinara, a realizacija ovog projekata je u početnoj fazi, odnosno raspisana je javna nabavka za izgradnju i izradu idejnog rješenja. Ova investicija trebala bi da se završi u prvoj polovini 2017. godine. Pored ulaganja u izgradnju objekata, putne infrastrukture, vodovodne i kanalizacione mreže, kao i u realizaciji uređenja kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih opština Čantavir, Žednik, Bikovo, Tavankut i Stari grad, u našem gradu investira se i u obrazovne ustanove. U toku su radovi na sanaciji ulične fasade Tehničke škole Ivan Sarić. Investicija je vredna više od 40 miliona dinara, a sredstva je opredelila Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine. Završena je i prva faza sanacije fasade škole Ivan Goran Kovačić, kao i sanacija sportske hale u Bajmoku. Potpisani su i ugovori za finansiranje rekonstrukcije osnovne škole Sonja Marinković u iznosu od 73 miliona dinara, kao i za rekonstrukciju kompletnog objekta hemijsko-tehnološke škole zajedno sa fiskulturnom salom u iznosu od 188 miliona dinara. Ova sredstva odobrena su od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Primetno je da su posljednjih 6 mjeseci radilo i na novim projektima na Paliću. Složite se, minulih decenija prilično zapostavljeno. Vlada Srbije sredinom novembra usvojila strategiju razvoja turizma Srbije za period od 2016. do 2025. godine, a u okviru 18 definisanih ključnih turističkih destinacija u našoj zemlji, Subotica, Palić i Potisje, nalaze se na trećem mjestu.
To je dodatni motiv da još intenzivnije radimo na realizaciji projekta koji će doprineti da Palić zainteresuje turiste i svojom ponudom postane vodeća turistička destinacija u regionu. U narednoj godini očekujemo proširenje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta u privrednoj zoni Mali Bajmok. Kompanija Contitech Fluid Srbija u svom programu planiranja za 2017. godinu zaposliće još oko 250 radnika. Očekuje se da Yamatec, za čije potrebe se u privrednoj zoni gradi proizvodna hala površine 10.000 kvadratnih metara, u narednom periodu ostvari svoje namere i zaposli još oko 200 radnika. Uskoro ćemo moći da se pohvalimo sa još jednim novim investitorom, novom kompanijom, koja će također poslovati u okviru privredne zone Mali Bajmok i koja će zaposliti oko 100 radnika. U nadi da ćemo i u buduće dobro sarađivati i graditi partnerske odnose, jer samo na taj način možemo da unapredimo našu zajednicu. Na kraju bih vama i vašim porodicama poželao puno sreće, uspeha i radosti u novoj 2017. godini. Živjeli! Dva dana uoči nove godine slobodno možemo konstatovati da 2016. godina nimalo nije bila laka. U prvoj polovini godine smo se pripremali za izbore, a nakon toga u drugoj polovini godine zacrtali smo željene ciljeve i započeli njihovo ostvarivanje. Smatram da je druga polovina godine bila uspešna jer smo mnogo toga učinili za unapređenje našeg grada, naše zajednice. U ovom periodu razvio se sistem koji obećava, politička postavka, koalicija sa autentičnim ljudima. Na čelu zakonodavne izvršne vlasti nalazi se koalicija koja na osnovu iskustva stečenog prethodnih nekoliko meseci ume veoma dobro da sarađuje. Imamo ekipu, imamo ciljeve. Međutim, za postizanje željenih ciljeva moramo ozbiljno raditi, a uspeh, znamo dobro, može se postići jedino zajedničkim radom, zajedničkim naporima. U prethodnom periodu ostvarili smo dobru saradnju sa pokrajinskim i sa republičkim vlastima. Ovi dobri partnerski odnosi su od izuzetnog značaja za nas, kako sa državnim organima, tako i sa javnim preduzećima i ustanovama, kao i sa akterima privrednog života. Nažalost, ni 2017. neće biti lakša od godine koja je iza nas. Zato, u cilju razvoja naše zajednice, moramo da zbijemo redom i moramo stvarati i negovati dobre partnerske odnose. Naš najznačajniji zadatak je da kroz efikasnije funkcionisanje lokalne samouprave povećamo privredne potencijale našeg grada. Subotica i u 2017. godini želi privući investitore i time omogućiti realizaciju raznih razvojnih projekata i otvaranje novih radnih mesta. Stvaranjem pozitivne ekonomske klime, naš grad će ponovo postati industrijski i turistički centar ovog regiona. Poštovane dame i gospodo, Skupština grada je prethodnih 6 meseci, osim dve svečane sednice, održala i 7 redovnih sednica i na taj način je razmatrano oko 240 tačaka dnevnog reda. Usvojene su brojne, veoma važne odluke, između ostalog i budžet grada za narednu godinu, koja je manja od ovogodišnjeg, ali je razvojno orijentisana. Od ukupnog iznosa budžeta više od 23% su namijenjena za investicije. Sa ovim investicijama želimo da ispunimo izborna obećanja građanima i da im poboljšamo uslove za život. Iza nas je jedna godina puna izazova, ali smo marljivim i poštenim radom stvorili čvrst temelj za realizaciju brojnih projekata od strateškog značaja za Suboticu. Izvanredna je komunikacija sa višim političkim nivoima i zato, kako smo i obećali, u 2017. godini će u Subotici biti realizovani mnogi projekti. Iz republičkog budžeta nakon usvajanja amandmana Saveza vojvođanskih Mađara za sljedeću godinu smo uspeli da obezbedimo 111 miliona dinara za izgradnju Subotičkog narodnog pozorišta. Osim toga, 300 miliona dinara je predviđeno za Ipsilon krak i 10 miliona za turistički razvoj Palića. Na ova tri subotička projekta sa regionalnim značajem u novom republičkom budžetu obezbeđeno je 3,4 miliona evra, što se može smatrati velikim uspehom. Kada smo prihvatili ovaj odgovoran posao, postavili smo sebi više ciljeva.
završetak Ipsilon kraka, izgradnja Narodnog pozorišta i razvijanje Palića. Paralelno s time smatramo da je izuzetno važno da za naše građane obezbedimo što više radnih mesta. Sve ovo nam daje nadu da ćemo u sljedećoj godini uspjeti da postignemo napredak u vezi ova tri cilja i da će se paralelno s time otvarati i nova radna mesta. Osim navedenih, u 2017. godini će se realizovati i druga značajna ulaganja u Subotici. Zahvaljujući donacijama vlade Mađarske, a posredovanjem Saveza vojvođanskih Mađara. Tako će se iduće godine završiti i unutrašnje uređenje sinagoge, zatim rekonstrukcija zgrade gradske biblioteke i početi i renoviranje katedrale Svete Terezije. Iz navedenih činjenica se vidi koliko je važna saradnja. Međusobno razumijevanje, pozitivna komunikacija između koalicionih partnera koji vode grad. Koliko je značajna dobra vertikalna komunikacija sa pokrajinom i republikom, a možda najvažnija u istorijskim razmerama meren odličan, iskren, strateški odnos između Mađarske i Srbije. Dragi gosti, želeo bih da se zahvalim svima vama što ste u 2016. godini tako odgovorno, pošteno i korektno bili uz nas i sa nama u interesu našeg grada da Subotica postane bolji, lepši, ekonomski stabilniji grad sa boljim životnim standardom. Istovremeno, želim da istaknem da su nam za razvoj potrebni saveznici, odnosno da nas podržite svi vi ovdje prisutni. Naša vrata su vam uvek otvorena. Dragocene su nam vaši savjeti i konstruktivne kritike. U ime Skupštine grada i u svoje lično ime, vama prisutnima i svim Subotičanima želim dobro zdravlje, veselje i puno uspjeha u nastupajućoj 2017. godini. A onim građanima koji Božić slave po julijanskom kalendaru želim blagoslovljene praznike. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! Engedjék meg, hogy mély tisztelettel köszöntsem Önöket a Városi Képviselőtestület nevében. Két nappal a 2016-os esztendő vége előtt elmondhatjuk, hogy egy kimondottan nehéz és kihívásokkal teli évet zárunk. Az év első felében a választásokra készültünk, majd azt követően a fő célkitűzések megfogalmazása után hozzáláttunk azok megalapozásához. Az elmúlt fél évet sikeresnek tartom, ugyanis sokat tettünk azért, hogy előre mozdítsuk városunk, közösségünk előrehaladását. Ez az időszak alatt kiépült egy ígéretes rendszer, egy olyan politikai felállás, amelyet hiteles emberek képeznek. A törvényhozó és a végrehajtó hatalom élén egy olyan koalíció foglalta el a helyét, amely az elmúlt hónapok tapasztalata alapján jól együtt tud működni. Felállt a csapat, megfogalmazottak a célok. Azonban ezen célok eléréséért keményen meg kell dolgozni. A siker csak is az együttes munka és a közös erőfeszítések hozhatják meg. Az elmúlt időszakban jó együttműködést valósítottunk meg a tartományi és a köztársasági szervekkel. Ezek a jó partneri kapcsolatok elengedhetetlenek a számunkra, úgy az állami szervekkel, mint a közvállalatokkal, közintézményekkel, illetve a gazdasági élet szereplőivel. A 2017-es esztendő sem lesz könnyebb, mint a mögöttünk álló év. Közösségünk fejlődése érdekében ezért össze kell zárni sorainkat, támogatni egymást, mert csak így haladhatunk tovább a fejlődés útján. Nyitottak vagyunk az együttműködésre, mivel városunk, Szabadka megerősítése céljából a legfontosabb feladatunk a gazdaság megerősítése, az önkormányzat hatékonyabb működtetésével. Szabadka jövőre is újabb befektetőket kíván ide vonzani, ami lehetővé teszi a különböző fejlesztési projektek megvalósítását és új munkahelyek teremtését. A pozitív gazdasági, a vállalkozásbarát légkör megszilárdításával városunk újból a régió ipari és turisztikai központja kell, hogy legyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt fél évben a két díszülésen kívül 7 rendes ülést tartott a Városi Képviselőtestület. Így mintegy 240 napirendi pont került megvitatásra.
A város működése szempontjából elfogadásra került számos kiemelten fontos rendelet, többek között a város jövő évi költségvetése is, amely kisebb, mint a 2016-os, de ennek ellenére beruházás orientált, hiszen több mint 23%-a fejlesztésre van előirányozva. Ezekkel a fejlesztésekkel igyekszünk választási ígéreteinket betartani és hathatósan javítani polgártársaink életminőségét. Kihívásokkal teli év áll mögöttünk, ám szorgalmasan és becsülettel dolgozva szilárd alapokat teremtettünk meg számos, a városunkra nézve stratégiai fontosságú projekt megvalósítására. Kiváló a kommunikáció a magasabb politikai szintekkel, ebből kifolyólag ígéretünk közhíven számos projekt megvalósulhat Szabadkán a 2017-es évben. A köztársasági költségvetésből a Vajdasági Magyar Szövetség módosítási indítványának az elfogadása útján a Szabadkai Népszínház építésére 111 millió dinárt sikerült biztosítani a jövő évre. Ezen kívül 300 millió dinárt irányoztak elő az Y elágazásra, és 10 milliót Palics idegenforgalmi fejlesztésére. Erre a három szabadkai, de regionális jelentőséggel bíró projektumra a jövő évi köztársasági költségvetésből 3,4 millió eurót biztosítanak, ami hatalmas sikernek könyvelhető el. Amikor elvállaltuk ezt a felelősségteljes munkát, akkor több célt is kitűztünk magunk elé. Az Y elágazás befejezését, a Népszínház épületének a felépítését és Palics fejlesztését. Mindeközben prioritásnak tekintjük azt, hogy minél több munkalehetőséget biztosítsunk a város polgárainak. A most felsoroltak tekintetében a jövő évre előirányzott fejlesztések bizakodásra adtak okot. Ugyanis mindhárom fő célkitűzés terén előrelépés várható. És közben, köszönve az egyre vállalkozásbarátabb légkörnek, új munkahelyek teremtődnek Szabadkán. A felsoroltakon kívül egyéb nagy jelentőségű projektumok is megvalósulnak majd 2017-es évben Szabadkán. Gondolok itt a zsinagóga belső rekonstrukciójának a befejezésére. És ezzel hosszú évtizedek után Európa egyik legszebb és legnagyobb zsinagógáját fogjuk tudni bemutatni az idelátogató turistáknak. Elmondhatom azt is, hogy felújítási munkák lesznek elvégezve a Városi Könyvtár épületén is, de megkezdődik a Szent Terész Székesegyház tatarozása is. Ez utóbbi beruházások megvalósulását nagy részben Magyarország kormányának köszönhetjük. A felsoroltakból láthatjuk, hogy mennyire fontos ez az összefogás. Az egymásba kapaszkodás, a megértés, a jó hangulat jelesül a várost vezető hatalmi koalíció, a kitűnő vertikális kommunikáció a tartománnyal és köztársasággal, és a történelmi távlatokban is talán a legfelhőtlenebb igazi stratégiai partneri viszony Magyarország és Szerbia között. Kedves vendégek! Szeretnék köszönetet mondani a jelenlévőknek, hogy 2016-ban felelősségteljesen, becsülettel és korrekt módon mellettünk voltak jóban és rosszban. Szemük előtt tartva azt a közös célt, hogy városunk Szabadka egyre jobb, szebb, gazdaságilag stabilabb és élhetőbb város legyen. Nekünk, a mostani városvezetésnek, szövetségesekre, barátokra van szükségünk, és ezt önökben megtaláltuk. Tisztelettel kérem önöket, hogy továbbra is támogassanak bennünket tanácsaikkal, építő jellegű kritikáikkal. Szabadka város képviselőtestülete és a saját nevemben önöknek és minden szabadkai polgártársamnak jó egészséget, boldogságot és sok sikert kívánok az új 2017-es évben. Azoknak a polgártársaimnak, akik a Julianus naptár szerint ünneplik a karácsonyt, kegyelemteljes családi körben és az otthon melegében eltöltött ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen! Ja verujem u to da Subotica može da bude grad koji može da bude ponos za našu državu. Verujem u to da Subotica sa svojim okruženjem može da bude dragi i ovom regionu. Verujem u to da su se složile kockice za to da od ovog uverenja napravimo realnost. Moram da kažem da manje više sve zavisi od nas. Sve kocki se tu,
sve je na stolu, na nama je hoćemo li uspjeti da sastavimo zajedno. U tom pogledu, i kao političar, i kao Subotičan, i kao čovjek sa iskustvom, i kao čovjek sa ambicijama, želim da budem partner i da da maksimalni doprinos tom zajedničkom napretku. Želim vam dobro zdravlje, želim da do godine, kad se bude ponovo vidjeti, možemo konstatovati da sve ono što je sada izgovoreno kao plan bude konstatovano kao realizacija i da imamo isto tako ambiciozne planove kao što smo imali za ili imamo sada za treću godinu. Amen. Da je još znalo lokom od učevanja dušnjega ceretima, onda ne vrlo nekoj nekjuzi utišemo od samo tvojom potencijalom koreda, kje se koji on lehe dušnjega, kako bi to kao on. A mi ozal kečak te nek od jojom vanu što tu fili pitani, jojom kruzeti tu tu pritrahozni, a mi gyöngyszem ennek az országnak, amelyik a szülőföldünk, és amelyik egy vonzó pont lehet ebben a régióban. Meggyőződésem, hogy a ilyen képnek a mozaik kockái vannak az asztalon, meggyőződésem, hogy mi tőlünk függ az, hogy ezekből a mozaik kockákból ki tudjuk-e rakni azt a mozaikot, amelyik ezt az összképet tudja majd jelenteni. Magam részéről én ebben vagyok érdekelt, mint politikus és mint Szabadka is. A magam részéről mindenféle támogatást ennek a célnak a megvalósítása érdekében felajánlok. Mindenben partner kívánok lenni, és azt kívánom, hogy azok az ambíciók, amik itt a előttem szólók szájából kimondásra kerültek, az jövő ilyenkor, mint megvalósított tény kerüljön az asztalra, és jövő ilyenkor hasonló jellegű ambíciók fogalmazódjanak meg. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és azt kívánom magamnak is, és maguknak is, hogy jövőre ugyanígy újra találkozni.